Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mégpedig, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Először megnézzük az ő gondolatait és terveit, ami középen látható, itt felül és alul. A nap megvilágít valamit, kiderül az igazság. Ami azt jelenti, hogy ő kimondja az igazságot, és megbízhatsz a szavaiban. Amit a nap még jelenthet, az ő magabiztos fellépése, a vonzalom kettőtök között. Az is lehet, hogy a nap megvilágít téged, és ő látni akar téged, tervez veled egy találkozást, vagy figyelget az interneten keresztül. És itt a lilium virág jelentheti az ő tiszta gondolatait, vagy érzelmeit, vagy azt, hogy ő akar veled tisztázni valamit. Az érzelmi világát itt bal oldalon látjuk. A kígyó jelentheti a megújulásokat, a változásokat, hogy tervez valamit, mint egy újjászületés, és lesznek változások. Amit a kígyó még jelenthet, ezek az egészségügyi témák, a gyógyító erő. Lehet, hogy beteg volt, és most lesz gyógyulás. Vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és változtat valamit a munkahelyen. Amit a kígyó még jelenthet, ez egy hölgy. Hogy ő úgy érzi, hogy beszélnie kell veled erről a nőről, hiszen itt a madarak jelentik a kommunikációt. Az is lehet, hogy ez a nő akar vele beszélni, de megváltozik a helyzet, hiszen kimondja az igazságot, beszámol erről. És a változásokra itt a gólyák utalnak. Itt vannak a beszélgetések, vagy egészségügyi témákról, vagy egy hölgyről, vagy ő beszél valakivel, egy nővel, megváltozik a hozzáállása, és beszámol neked erről, hiszen a nap megvilágít most bizonyos dolgokat, és ő tisztázza ezt veled. Mit fog tenni az itt látható? A kulcs az jelentheti a magabiztos fellépését, megvan a kisugárzása. A kulccsal le tud zárni valamit, ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel, és pontosan ezt közli vele, de erről beszámol neked is, és itt a gólyák jelentik már akkor a változásokat. Veled szemben nyitott lesz, itt van a remény hozzá. A hajó az lehet egy utazás is, például ha a távolban él, akkor szeretne téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás, és szeretné, ha te látogatnád őt meg, vagy lesz egy közös utazás. Itt a csillag szerencsét hoz, megjelzi az időpontot, és hogy mindig úgy van, ahogy a csillagokban ez meg van írva, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a ház jelentheti az otthonát, és ott is lesznek változások. Lehet családi kapcsolat is, és tisztázódnak bizonyos dolgok. Ez a ház lehet valaminek a kiépítése is, például egy közös otthon tervezése, vagy munkahelyi változások. Itt újra megjelenik a hajó, ez jelenti a reményt, hogy megvan a remény, hogy minden jóra fordul. Vagy jelenthet utazásokat, változásokat, vagy egy közös utat.
itt ez a levél lehet egy bizonyos szerződés. Például, ha ő az egészségügyi területen dolgozik, akkor itt lesznek változások, és itt van a munkahelyi szerződés. Az is lehet, hogy eddig betegeskedett, és most megváltozik a helyzet, lesznek beszélgetések, vagy kap bizonyos szerződéseket, ez lehet munkahelyi szerződés, egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés is. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy itt egy nőről van szó, aki mindig előír számára valamit, ezt kell tenned, azt kell tenned, de most megváltozik a hozzáállása, beszél a nővel, és megtiltja azt neki, hogy mindig előírjon valamit. Itt újra kisüt a nap, ugyanúgy, mint itt, megvan a kisugárzása, a magabiztos fellépése, tisztáz bizonyos dolgokat, változik a helyzet, hiszen látni akar téged, vagy kíváncsi, és figyelget téged az interneten. Itt látható a hűség, akkor is, ha itt a háttérben ez a kígyó esetleg egy nőre utal, és itt vannak kapcsolatok, beszélgetések, ő lezárja ezt, hiszen itt van a változás, és megbízhatsz benne, mert hűséges, és kimondja az igazat, mert a nap az megvilágítja a valóságot. Itt látható, hogy útban van hozzád, megbízhatsz ebben. Itt lesz egy utazás, de megjelenik a felhő, hogy valami még átláthatatlannak tűnik számodra, de a kép jelenteti az időt is, mégpedig fél évet. Az nem azt jelenti, hogy fél évig kell várni erre az utazásra, hanem fél éven belül lesz itt ez a látogatás, vagy egy utazás, vagy egy közös nyaralás, vagy egy közös életút tervezése. Itt is az utak vannak, tehát ez a férfi útban van hozzád, ez a kártya jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezik ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Persze azt is jelenthetik itt az utak, hogy te is döntéseket hozol. Az ő jelenlegi helyzete, itt újra a gólyák vannak, tehát jelenleg már változásokat akar, megváltozik a külseje, megváltozik a hozzáállása, megváltozik valami a környezetében. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés is. És a te jelenlegi helyzeted? Itt a könyv jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, azt is jelentheti, hogy most olvasol egy könyvet, ami fontos számodra, de jelenti a zárkózottságot is. Például, ha ő eddig zárkózott volt, akkor a számodra mindig olyan átláthatatlannak tűnt. A kulcs is jelentheti a zárkózottságot. De itt van a változás, megváltozik a hozzáállása, nyitottabb lesz, eltűnik a felhő, hiszen kisüt a nap, és a könyv majd kinyílik, és jelenti a nyitottságát. És ez volt az általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!